Na, hello, faszikák! Képzeljétek el, hogy készen van az UAZ, és mindenki, aki kardán keresztre tippelt, az nyert, mert a kardán kereszt az szétkopott és széthullott az egyik oldalon, a négyből, és hát nem tudom, mit mondjak, mert nem akarok senkit sem beégetni, de hát az volt a helyzet vele, hogy szárazon futott. Tehát, hogy nem volt zsír, ahol kellett volna lennie, és ebből kifolyólag a súrlódás és a hőmérsékletek azok megtették a hatásukat. Aztán, hogy ez miért történt, vagy miért nem, azt nem lehet tudni, és nem is akarok senkit ezzel csöztetni. Lényeg az, hogy Debrecenben van egy szerelő fickó, aki nagyon sok mindent látott már, és nagyon sok mindent szerelt már, és az a fajta ember, aki azt mondja, hogy mindent el kell tenni, mert majd jó lesz valamire. Tehát, srácok, az, akinek a felesége, barátnője azt mondta, hogy dob ki ezt a sok kacatot, mert soha nem lesz rá szükség, és csak útba van, azokra ne hallgassatok, vagy zavarjátok el a háztól, mert csak a bajt csinálja. Mert volt polcon UAZ-ba való kardán kereszt, bazd meg, úgyhogy ennyi. Tehát, hogy polcon volt új alkatrész. És kérdeztem a mesterembertől, hogy őszintén tessék már megmondani nekem, mikor tetszett utoljára UAZ szerelni. Bazd meg. Nem tudom. 30 éve. Kb. És gondolta volna, hogy majd egyszer beesik valaki 2023-ban. Életemben nem gondoltam. Úgyhogy beszéltem az UAZ Magyarországgal Budapesten, és ők mondták, hogy persze készségesen küldik az új alkatrészt, és ezer bocsánat, nem tudják, hogy ez tényleg, tehát most nem lehet tudni, hogy ez hogy történhetett, vagy hogy fordult elő, vagy esetleg olyan volt benne a kenőanyag, hogy az eltűnt, tehát gyakorlatilag borsára volt a dolog, és akkor így, hát igen, ez van. De mondom arról az oldaláról, hogy elmondtam, hogy mi a probléma, maximálisan rugalmasan és szuperül álltak hozzá, úgyhogy nincsen belőle semmi, kompenzálják az összes dolgot, tehát küldenek alkatrészt, pénz, faszom, bármi, ami kell, és hát nem lehet tudni. Én nem hibáztatok senkit, mert minden ember hibázhat, és hibázik is, aki dolgozik, és szoktam is mondani, hogy csak az hibázik, aki dolgozik, mert aki otthon ül és lustálkodik, az biztos, hogy semmi bajt nem fog okozni, de nem is fog termelni. Tehát nem lehet senkire felróni, mindenhol emberek dolgoznak, mindenhol van kávészünet. Amikor ezt kellett volna csinálni, valószínűleg akkor csengett a csekk, hogy coffee time, azt nem tudom, hogy mondják oroszul. Tudja, azt nem tudok oroszul. És akkor ennyi a lényeg. Tehát ez így sikerült. Úgyhogy minden bele zsírozva, tocsog a zsírtól, be van neki kenve, aztán ennyi. De tényleg, tehát, hogy teljesen happy end, és hamar, tehát, hogy megtörtént, elvittem a szervízbe, szétszették, megmondták, már ma délelőtt telefonált is az úr, hogy kész az autó, ez van, ez volt a baja, telefonáltam az UAZ-nak, elmondtam, fú, oké, intézzük, küldjük, csináljuk, üssük, vágjuk, tehát kurva jó fejek voltak, nincs egyetlen egy rossz érzésem sem, tehát tényleg volt már 20-30 millió forintos autó is, amivel voltak olyan problémák, hogy nem kellett volna. 20 millió forintos autóról tudok, ami eddig a legdurvább volt, hogy hiányzott egy avabilincsünk egy olaj visszavezető csőről, ami miatt ömlött a motorolaj az autóból. Rohadt drága, kurva erős, kurva durva autóról beszélek. Null revízió után, minden után. A gyárban nem került bele, a szervízben nem vették észre, és nem UAZ-ról beszélünk, hanem nagyon komoly márkáról, akik nagyon drága autókat árulnak, és nagyon sokat adnak el. Tehát ott még a hiba százalék is magasabb. Na mindegy, nem akarok semmit ezzel
most itt védeni, vagy ilyenek, mert nekem nagyon sokat nőtt a szememben ez az autó, meg a márkaszervíz is, mert nagyon korrektül jártak el, és igazság szerint, hogyha figyelembe veszik azt, hogy majdnem 6600 kilométer van az autóba, és annyit futott nálunk, és ezek az alkatrészek és nélkül mentek eddig, szerintem ez kimagasló teljesítmény. Tehát azért ott van hő, súrlódás, minden, és ezek idáig bírták. Tehát le a kalappal. Anyagvastagság megvolt, volt, ami elvezesse a hőt, úgyhogy ennyi, happy end, nem akarom tovább taglalni a dolgot. Semmiképpen sem hibáztatható senki ilyen vérkomolyan, vagy izén, mert nem is úgy álltak hozzá. Oké, csináljuk, mondjátok, mi kell, küldjük. Tehát nem lehet egyébként tényleg rosszat mondani. Nem is akarok. Úgyhogy senki ne is feltételezzen, mert tegye a szívére a kezét az, aki még nem követett el hibát. Úgyhogy ennyi. Lényeg az, hogy minden rendben van, minden fasza, úgyhogy gyerekek, legyetek jók, szobatiszták, kellemes magömlést kívánok mindenkinek, és megy tovább a kerék, hál' Istennek gurulunk, az autót vesszük át most mindjárt, csak én már eljöttem, mert dolgom van, kifizettem a cekket, meg megbeszéltem mindent, átnéztük, és ennyi. Úgyhogy haladunk. Meg van még egy hírem, hogy elment a Némó, átadtam ugye a megy fel a használt autóra, aztán ha akartok jó autót venni, akkor tudjátok, hogy kitől kell. Van most már így puttonyos, kétszemélyes, nagyon keveset fogyasztó autó is eladó a repertoárban. Úgyhogy ennyi. Sziasztok! Csá!